Készülődnek a versenyzők a félmaratoni távra, köztük a kenyai Evans Tamwe is. A szezonindító Pécs-Harkány országúti futóverseny mindig jó szintfelmérője a téli felkészülésnek. A tavalyi győztes PSN ZRT férfi váltó idén is az elsőségre pályázott. Múlt héten volt egy betegségem, ami miatt Sanyi bácsival úgy döntöttünk, hogy inkább most csak a váltót vállaljuk be, hogy valami probléma legyen jövő héten, illetve a felkészülésembe a többi versenyre. A 25 kilométeren belül vannak lejtős, sík szakaszok, de akadnak bőven embert próbáló emelkedők is. Ha váltót nézzük, akkor az első. Ha az egyéni futókat nézem, akkor az utolsó szakasz, mivel a toronyi dombok azok 18 kilométer után jönnek, úgyhogy nekik az a szakasz lesz a legnehezebb. A rajt előtt találkoztunk olyan sportolóval, aki korábban többször megnyerte ezt a versenyt, most azonban csak nézőként látogatott ki a megmérettetésre. Nagyon időjárás függő, mivel ez a március elején van mindig, van amikor hó van, van amikor ödő van, mint például most is. Ha éppen rossz idő van, akkor eléggé nehéz tud lenni, főleg ha nagy szelek is vannak, és inkább az eleje, a FEMA rész, az egy a FEMA-ig eléggé nehéz a pálya, és utána a tenkesnél van pont egy körülbelül a 21-2. Kilométerben egy igen erős holdpont azon a tenkesi emelkedőn. Amúgy azt mondanám, hogy nem olyan vészes, nagyrész sík. Minden 1979-ben kezdődött, amikor a PVSK tájfutói együtt lefutottak Harkányba. Később aztán többen csatlakoztak hozzájuk. Innen, erről a helyről rajtoltunk el, 39-en, annyi tájfutó jött össze, ez belterjes volt, és hát akkor a sikere lett, hogy következő évben jöttek hozzá atléták, jött a komlói csoport, Homoki Vince és a nagy Dudáséknak nagy csapata, és szép lassan kialakult ez a verseny, és én nagyon örülök ennek. A tavalyi mínusz 3 fokhoz képest idén plusz 12 Celsius fokos időben álltak rajthoz a futók. A tavaszias időben Evans Tamwe nyerte a 25 kilométeres távot 78-45-ös kiváló idővel, de Sági Ferenc 77-06-os pálya csúcsa most sem dőlt meg. A női egyéni győztes az etióp Buzuamehu Mohamed Ahmed lett 90-59-es eredménnyel. A férfi és a női váltóversenyt egyaránt a PSN ZRT csapatai nyerték.